Az RDTV sajtóprész című műsorában elemezte először az erdélyi magyar sajtó az RMDSZ EP listáját. A Szövetségi Állandó Tanács által összeállított rangsort a hírforrások csak tényszerűen közölték, kommentárt nem fűztek hozzá. Farkas István kollégám meghívottai választ adtak a mi értekre. Nagyon fontos, hogy a legkisebb vitát Winkler Gyura első helye váltotta ki a sajtóprész című műsorunk meghívottjai között, amikor azt elemezték, hogy miként alakult ki az RMDSZ EP listája. Valamennyien egyetértettek abban, hogy tapasztalt és hiteles politikusról van szó, aki olyan munkát tud folytatni, aminek a gyümölcsei eddig is érzékelhetők voltak. Hitelesen tudta ezt az egész Európai Uniót képviselni, itthon megmutatni szakmai szempontból, tehát sokkal inkább láttam benne az igyekezetet és a rátermettséget is. Konkrétumokkal foglalkozott, gazdasági, pénzügyi dolgokkal. Itthon is bebizonyítottam, már ugye miniszter volt ezeken a szakterületeken. A második helyre rangsorolt Vince Lóránt és a harmadik Hegedűs Csilla esetében már kevésbé volt egyértelmű a választás. Úgy vélték, Vince preferálása esetében nem csak a Minority Safe Pack aláírási kampányának a sikerre vitele, hanem az MPP támogatása is szerepet játszott, míg Hegedűs Csillát a SZÁD konzervatív beállítású tagjai is akadályozták, hogy előbbre kerüljön a listán. Volt egy nagyon vitatott népszavazás, ahol Hegedűs Csilla szerintem nagyon helyesen, de túl markás tette a véleményét, illetve a voksát. Itt az egyneműek házasságára célzók, és nagyon sokan úgy értékelik, hogy valószínűleg itt ez negatívan hatott a jelenlegi rangsorolás esetében. Ami a negyedik helyre rangsorolt Oltján Csongort illeti, Frunda György volt szenátor, ezt nagy előrelépésnek tartja. Nagyon fontosnak tartom, hogy Csongor a negyedik. Első alkalom, hogy az ifjúságnak van, amiértnek van egy képviselője, aki negyedik lett. Negyedik lett. Tehát a vitában legyőzte Sogor Csapát, azt, aki ott volt is 12 évig Brüsszelben. Ez egy pozitív dolog. Az a kérdés. Sogor Csaba 5. helye sem okozott nagyobb meglepetést, bár a meghívottak vitatták Sogor kijelentését, amely szerint a SZÁD megvonta tőle a bizalmat. Ha ez történt volna, akkor nem hogy 5., de a 31. helyen sem szerepelt volna a listán, vélték. A rangsor azért fontos, mert reális számítások szerint legfeljebb az első két helyen szereplő személy nagyon optimista esetben 3 juthat mandátumhoz.